A füstérzékelő életet menthet. Ezzel a címmel hirdette meg pályázatát az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. 2023-ban kifejezetten iskolások munkáit várta a szervezet. Olyan alkotásokat, amelyeken a füstérzékelők kerültek a fókuszba. A diákok 3 korcsoportban indulhattak, szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhettek be, verset írhattak, vagy akár filmet is forgathattak. Rackó Sára, Ne feledd, ha tűz van, hívd a 112-es számot című képe az első helyet érdemelte ki a 2. korcsoportban. Ha valaki látja, akkor szerintem kell valakinek szólni, vagy felhívni a 112-t. Prieger Ákos rajzával a 3. helyet szerezte meg. Életek forognak kockán, meg hát jó, amikor kimentik az embert a tűzből, vagy a romok alól. A pályázat egyébként 2012-ben indult, idén 613 alkotás érkezett Tolna vármegyéből. Így nem volt egyszerű dolga a bírálóbizottságnak. Sajnos az idejében kikerültek az óvodások, tehát csak az iskolások részére került ez meghirdetésre, és volt egy központi téma, az a füstérzékelőnek a kérdésköre, ugyanis a füstérzékelő nagyon fontos kelléke lehet a lakásunknak. Azért mondanám így, hogy fontos kelléke lehet, mert szeretnék népszerűsíteni minél jobban. Sajnos országos szinten is vármegyénkben is jellemző, hogy a lakástűzeknek a száma folyamatosan nő. Ha folyamatosan nő a lakástűz, akkor előbb-utóbb lehet, hogy ha ember tartózkodik, akkor sajnos haláleset is járhat ezzel, és megpróbáljuk ezeket csökkenteni. Az első helyezett rajzokat felterjesztették az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra, ahol már az ország legjobbjai közül választják ki a dobogósokat.